A Mindenki Egyetemét már harmadik éve rendezik meg nagy sikerrel, hiszen már a legelső fél évben is rengeteg érdeklődőt vonzott a program. Az előadásokról az egyetem rektor helyettese számolt be bővebben. Nagy öröm számunkra, ez most már a harmadik tanév, hogy a Mindenki Egyetemek programot meg tudjuk hirdetni. Minden tanévben, minden fél évben indul ez a programsorozat, ami arról szól, hogy fél évente valamelyik intézetünk érdekes előadásokkal invitálja a város, illetve a környék lakóit. És hát azt lehet mondani, mivel 4 intézete van az egyetemnek, a Műszaki Intézet, Társadalomtudományi Intézet, Tanárképző Központ és az Informatika Intézet, hogy körbeértünk. Ugye ez a harmadik tanév, ami azt jelenti, hogy újra a Műszaki Intézetünk lesz az, aki ezekkel a bízunk benne, hogy mindenki számára érdekes előadásokkal ide az egyetem falai közé tudja csalogatni az érdeklődőket. A jelentkezés pontos menetét és feltételeit Lászlóné Kenyeres Krisztina oktatási igazgató ismertette. A Mindenki Egyetemén az eddig megszokott módon lehet jelentkezni, tehát mind e-mailben vagy személyesen a jelentkezési és beiratkozási lapot a tanulmányi hivatal számára el tudják juttatni az érdeklődők. Szerencsére már eddig is nagyon sok jelentkezés érkezett, mert a volt hallgatóinkat már kiértesítettük erről a programról, és úgy látjuk, hogy nagyon nagy az érdeklődés. Várjuk továbbra is október 21-ig azoknak a jelentkezését, akik szívesen részt vennének ezen a eseménysorozaton. A műszaki és a természettudományos műveltség nagyon fontos a humán tájékozottság mellett. Az előadásokon hasznos információkat gyűjthetnek be a résztvevők számos érdekes témával kapcsolatban. Ősszel megint a Műszaki Intézet a felelőse ennek a programnak. Ennek megfelelően műszaki és természettudományos témájú előadásokat hallhatunk. Néhányat felsorolok ezek közül. Előadást hallhatunk például Kővári Attilától az Elektromos járművek a múltban és jövőben címmel. Lesz előadás Petrovickiné dr. Angerer Ildikó által a környezetvédelemről, hol élünk lakóhelyen környezeti állapota címmel. Trampus Péter professzor úr tények és tévhitek az atomenergiáról címmel tart előadást. Ő igazán avatott szakértője az atomenergiának, hiszen atomenergia ügynökségnél is dolgozott éveken keresztül, és Pakson is vezető szerepet töltött be. Az egyetem egy másik sikeres programja, a Kutatók Éjszakája, ami szintén mindenki számára nyitott. Mind a 4 intézet kiveszi belőle a részét idén is. Nem egyedül vagyunk ebbe a programba, hiszen 30 városban közel 2000 programot fognak megrendezni. Egy pici betekintést adva arról, hogy a kutatók milyen munkákat végeznek, kinyílnak a laborajtók, meg lehet nézni azokat a különleges dolgokat, amit a hétköznapok során nem. Egyetemünk ez évben másodszor csatlakozik ehhez az országos programhoz. Egyébként mi minden évben szoktunk ilyet rendezni, csak nem feltétlenül az országos program keretében. A tájékoztató végén egy kísérletet is bemutatott Horváth Miklós, amely majd a Kutatók Éjszakáján is látható lesz. Ahogy a felvételen is látszik, egy egyszerű PET palackba cseppfolyós nitrogént töltöttek. A palackot lezárták, a nitrogén néhány másodperc alatt közel a 400-szorosára tágult, ezzel hatalmas nyomás keletkezett, ami az üveget kilőtte a csőből. A Mindenki Egyetemére még október 21-ig adható bejelentkezés, a Kutatók Éjszakáját pedig pénteken este 6 órától rendezik, ahol a programok mindenki számára ingyenesek.